Hát tavaly se nyertem meg. Hát akkor tisztől szállunk visszafelé. Lehet segíteni, köszönjük szépen. Nézzétek csak! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mi az, amely elindított ezen az úton? Úgy hallottam, hogy csináltam már fiatalot, igazából nem kérdez, egy nagyon jó alapozás erre az éve, de akár lehet ez egy felkészülés is hosszú távra? Igen, az a helyzet, hogy ez az elinduló versenyem, ez körülbelül olyan 25 éve versenyeztem utoljára, és úgy gondolom, hogy eljött az idő a nagy visszatérésre. Látom, hogy szorongattad a fiatalokat, egy nagyon jó mortival ment, úgy tudod fixálat elő, vagy vettettél energiát, és így is ilyen jót ment volt. Hát vesztettem energiát, de legközelebb versenyrugával jövök. Itt veszed az energiát, hogy a tévé felkészülés alatt sok beugyítettél. És is. Trükkös volt a kérdés, hogy ment a betozás, hogy érezted gyorsan, ki tudtál jönni és gyorsan betaláltál, és felvetted a ritmust újra a pályán, ahhoz kell. Én úgy gondolom, hogy nagyon profi volt az egész előkészület, és nagyon profi a verseny, nagyon könnyű volt a depózás, én úgy gondolom. Jövőre jössz? Hát ez hülye kérdés volt. Kuta kérdés! Ti társadalom vagytok? Nem gondoltam volna. Családfát is lehet kutatni. Köszönjük szépen. Esetleg még mondanál-e valamit itt a versenyzőknek, szívesen hallgatnánk? Én nagyon jó versenyzést kívánok mindenkinek, és én úgy gondolom, hogy a jövőben mindenképp fogjuk támogatni az ilyen rendezvényeket is, mert egyértelműen a sport az egyenlő a fiatalsággal. Köszönjük szépen, ajándék volt, és ajándékot vagytok számunkra, a többiekkel együtt. Gyorsan elmenjünk, felolvassuk a... Köszönjük, Eurofamily!
akkor szeretném. Nem vagy beszélni, de ajká. Helyes. Hajrá, hajrá!